Közeledik a Fogarasi Mihály Műszaki Liceum külső felújítása. A fűtésrendszer beüzemelése is folyamatban van. Gyergyó Széki tanszereket visz Afrikába a Budapest Bamako Rallyn résztvevő Ginger Mary's Revenge név alatt futó tekerőpataki csapat. 16 év szünet után először játszott másodosztályú bajnokságban Gyergyószentmiklósi felnőtt férfi kosárlabda csapat. Jó estét kívánok, hírek következnek itt a Fénytelevízióban, a héten először tartsanak velünk. Január végén írták alá a finanszírozási szerződést a Gyergyószentmiklósi Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban. Ekkor Soltész Miklós, a magyar miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át Kerekes László segédpüspöknek az iskola épületének felújítását támogató okiratot. A munkálatokat május végén kezdték el, a tanintézmény külső felújítása már befejeződött, jelenleg a fűtésrendszer beüzemelése van folyamatban. A Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban egykor leánynevelő intézet működött, az épület 1938-ban nyerte el jelenlegi formáját, és azóta nagyobb felújítást nem végeztek rajta. A magyar kormány 245 millió forintos támogatásának köszönhetően május végén elkezdődhetett az intézmény külső részén a munkálat, ami szinte teljesen be is fejeződött, megszépült az épület homlokzata. A homlokzat nagyjából készen van, még egy pár simítás van, készen van a tetőszerkezet, és most már a vége felé haladunk a fűtésrendszer felújításának, ott is már az utolsó simítások vannak, jövő héten kezdődik a szellőztetés a fűtőtesteknek, úgyhogy ezt az első fázist nagyjából most már fejezik be. Még egy pár ablakszem, amit be kell tenni, mivel tudjuk, hogy ezek az ablakok restaurálva vannak, nem lehetett újakat tenni. Aztán majd következik a következő fázis, ami a többi felújítás, külső felújítás és belső felújítás is fog lenni. Az iskola a városi távhőhálózatra van csatlakoztatva. Siklódi Piroska, a Fogarasi Mihály Műszaki Liceum igazgatója elmondta, reméli, hogy tavasszal folytatódhatnak a munkálatok és teljesen megújulhat az intézmény. A katolikus egyház kapta ezt az összeget arra, hogy az iskolát felújítsa. Most, mint tudjuk, a magyar állam is elég sok problémákkal küzd, de viszont az volt az ígéret, hogy azokat az intézményeket, amiket ők megígértek, hogy felújítnak, és nekifogtak, azt meg fogják csinálni, viszont újaknak nem fognak neki. Tehát abban reménykedünk, hogy miután átveszik a felújításokat, amit eddig elvégeztek, úgy kapják a következő pénzt, és tudják csinálni tovább. Hamarosan más munkálatok is lesznek az intézményben, az önkormányzat Európai Uniós pályázatának köszönhetően, megújul a bentlakás és a sportpálya. A tervek elkészültek, a szükséges engedélyek megvannak. A következő lépés, hogy kiírják a versenytárgyalást a kivitelezésre. Ezek a munkálatok 2023 őszéig be is kellene fejeződjenek. A Fogarasi Mihály Műszaki Liceum folyamatosan fejlődik. Szeptemberben kétszer annyi diák kezdte a 9. osztályt, mint ahányan júniusban elballagtak. Az utolsó két évben nagyon jó felé haladt az iskola, 100 diákkal nőttünk egy két év alatt. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Sőt, mondtam régebb, hogy csak 8 lány volt nálunk az iskolában, most már van egy teljes osztály. Meg is telt teljesen az esztétika osztályunk, úgyhogy fodrász, manikűr, pedikűr, és a vallásturisztikán is vannak lányok, úgyhogy elég jó hangulat lett az iskolába. Ezért tudunk 7 év után először gólyabált rendezni az iskolába, mivel eddig csak fiúk voltak, tehát nem tudtunk gólyabált se rendezni. Úgyhogy én szerintem nagyon-nagyon jó felé haladunk. A gólyabált a tervek szerint novemberben rendezik meg, és az egyik zsűritag az iskola korábbi diákja, Bagosi László, a Bagosi Brothers Company basszusgitárosa lesz. Vasárnap ünnepélyesen adták át a Gyergyó remetei termelői piacot, az új vásártér épületeit úgy tervezték és valósították meg, mintha egy-egy helyi lakóház és egy-egy csűr lenne.
Ezekben kap helyet a nyári és téli zöldségpiac, hús és tejtermék részleg. Ugyanakkor lesz itt egy kifőzde, kertészeti, illetve háztartási cikkeket árusító üzlet is. A 2016-ban indult beruházás 3 millió 29 ezer lejbe került, ebből közel 2 millió a megyei önkormányzat hozzájárulása. A cél az, hogy a helyi, környékbeli gazdáknak, gazdaszonyoknak legyen egy helye minőségi termékeik értékesítésére az igényes vásárlók számára. Gyergyószentmiklósiak is adakozhattak az afrikai gyerekek javára, tanfelszereléssel vagy pénzbeli juttatással is hozzájárulhattak a fekete kontinensen élő gyerekek jobb életkörülményeihez. Az adományokat a Ginger Mary's Revenge név alatt a 2022-es Budapest Bamako rallin résztvevő két tekerőpataki fiatal juttatja majd el. A rally startja október 21-én lesz, Fóri Katihamér és Gyulai Albert egy 30 éves piros dácsiával vág neki a nagy kalandnak. A Gyergyószentmiklósi Erőforrás Központ is csatlakozott ahhoz a jótékonysági akcióhoz, amelynek keretét a Budapest Bamako Rally adja meg, és amelyen részt vesz két gyergyótekerőpataki fiatal is, Fórika Tihamér és Gyulai Albert, akik egy korábban megfogalmazott álmukat váltják valóra, azáltal, hogy részt vesznek a rallin. A rally részeként a Budapest Bamako Charity 2022 program egyben egy jótékonysági akció is, mely afrikai gyerekek támogatását célozza. Ebbe a gyergyóiak is bekapcsolódhattak azáltal, hogy egy felszerelt tolltartót adományoztak a Sierra Leone-i Magyar Afrika kutatóról elnevezett Tordai Emil általános iskola diákjai számára. A tolltartókat és egyéb tanszereket, valamint a pénzbeli támogatásokat október 15-én szombaton Gyergyószentmiklóson a Salamon Ernő gimnázium előtt, illetve tekerő patakon egy órával később a templom mellett lehetett átadni a rallin induló, a két kalandvágyó fiatalnak. Van lámpaláz, a hangulat az jó, szerencsére rengeteg támogató ember van körülöttünk, aki segít viccesen túlvészelni ezt a kritikus időszakot, addig, ameddig elindulunk és útba kerülünk. Igen, vegyes érzelmek vannak ilyenkor, mindig az jár a fejünkben, hogy mit hagyunk itthon, mit nem kellene itthon hagyni, közben az adományozás része is egy olyan dolog, amit jó kell menedzselni ahhoz, hogy ne menjünk félig üres autóval. Rengeteg gyerek jött már és hozott tolltartót, és nagyon kedvesek voltak, nagyon lelkesek voltak és örventek, bár néha azt láttam, hogy félnek a gyerekek egy kicsit ettől az autótól, vagy ettől az egész projektől, de nagyon kedvesek voltak és nagyon támogatóak voltak. Ez előtt is, az adománygyűjtés előtt is rengeteg felajánlást kaptunk, amit ugyanúgy valószínűleg tanszerekre fogunk fordítani, és nyilván a Napelem Parknak, meg annak a gyümölcsfelültető programnak is a támogatását bevállaljuk részben. A Budapest Bamako Charity 2022 program keretében a rally szervezői Nagy Magyar Afrika kutatóról elnevezett iskolát napelemekkel és iskolabútorokkal látják el. A Budapest Bamako Charity keretében a szervezők faültetést is szerveznek Afrikában, amely által nem csak a levegőt teszik jobbá, hanem az itt ültetendő gyümölcsfákkal a helyiek életét és megélhetését segítik és teszik jobbá. A gyergyói fiatalok az egy hónaposra tervezett kalandra mindent, a személyes dolgaikat és az adományokat is a dácsiával szállítják, így a gépjárművet át kellett alakítani, hogy minél több csomagot tudjanak szállítani, és természetesen az utazáshoz szükséges felszerelések is elférjenek. Lévén, hogy ez egy minimál asszisztenciás rally, ez az egész utazás számunkra nem is a fényűzésről, meg a nagy kényelemről szól. Pontosabban úgy mondanám, hogy az egésznek a lényege az, hogy minél távolabb kerüljünk a mi komfortzónánktól, ez magába foglalja azt is, hogy minden napra valószínűleg nem lesz külön nadrág, minden este nem fogunk lefürödni, minden este nem lesz melegágyos és hasonló körülmények. Ennek megfelelően alkalmazkodunk mi is. Igazából ez nem jelent egy olyan nagy problémát nekünk, mert tudtuk ezt a legelején is, ez nem egy meglepő dolog, és éppen miatt vált vonzóvá nekünk ez a típusú kaland. Az autónak a felosztása az körülbelül úgy néz ki, hogy a hátsó ülések helyére kerülnek majd az adományok, számítógépek, tolltartók, tanfelszerelések. A csomagtartó egy részét kitölti majd a szerszám és a cserealkatrész, a másik részét meg kitölti a kaja és a mi cuccunk. Igazából a mi csomagunk az nem lesz több, mint két utazótáska.
közepes méretű utazótáska. Illetve hát van egy tetőcsomagtartó, ahol még a terephez szükséges alkatrészek vannak. Cserekerék, a homokvas, tábori asztal, meg egy napernyő, az jó. Albert elmondta, az adományokat személyesen adják át egy előre megszabott úti terv alapján az iskolák igazgatójának vagy az adott falu főnökének. Úgy gondolja, Afrikában nem lehet hibázni abban, hogy az ember kinek adományoz, főleg ilyen fenntartható adományokra, ami a gyerekek fejlődését szolgálja. A gyergyói akció során 62 toltartó, 2 laptop, 1 asztali számítógép, 1 nyomtató, 1 doboz tanszer és 660 lej támogatást gyűlt össze. Budapestről Afrikába október 21-én indul Forika Tihamér és Gyulai Albert. Az előzetes számításaik szerint 2 hetet fognak utazni a végállomásig, az indulás és hazaérkezés közötti időtartam megközelítőleg 1 hónapot vesz majd fel. Turisztikai vállalkozóknak szervez regionális turisztikai konferenciát Hargita, Maros és Kovászna megye a csíkszeredai Hungwest Hotel fenyőszállodában október 27 és 28-a között. Sajtótájékoztatón részletezte a Háromszékelyföldi megye elöljárója, Kovács Mihály Levente, Maros megye tanácsának alelnöke, Deák Gyöngyvér, a Kovászna megye turizmusáért egyesület ügyvezető igazgatója, és Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, hogy közös gondolkodás, közös projektek által lehet csak minőségű szintlépést elérni a székelyföldi turizmus terén. Ez a célja az október végére tervezett, első ízben megrendezett 2 napos konferenciának is a csíkszeredai Hungwest Hotel fenyőszállóban október 27-28-a között. Most zajlanak a Székelyföld napok, és a mai sajtótájékoztató egy nagyon jó példája a székelyföldi együttműködésnek, hiszen a 3 megyei önkormányzat, Maros, Kovászna és Hargita megye, illetve a 3 megyei önkormányzat által működtetett turisztikai fejlesztési társulás, a Visit Maros, Visit Kovászna és Visit Hargita csapatai közös szakmai konferenciát hirdettünk meg, ami október 27-én és 28-án fog zajlani itt Csíkszeredában a Fenyő Hotelben, és amitől azt várjuk, hogy egyrészt a turisztikai vállalkozóknak fontos szakmai tájékoztatókat tudjunk nyújtani trendekről, tendenciákról, lehetőségekről, illetve lehetőséget biztosítsunk arra, hogy vállalkozók találkozzanak és kapcsolatokat építsenek, akár üzleteket is kössenek. Az a célunk, hogy egy olyan székelyföldi turisztikai desztinációt tudjunk felépíteni a kor kihívásainak megfelelően, ami lehetőséget teremt arra, hogy az itt élő emberek profitáljanak a turizmusból. Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója elmondta, úgy próbálták összeállítani a programot, hogy mindenki találjon számára megfelelő előadásokat. Úgy raktuk össze a 2 nap programját, hogy ami turizmussal kapcsolatos tematika, az elérje elsősorban a turisztikai vállalkozóknak az ingerküszöbét, és ebbe beletartozik nem csak a kiszálláshely eladással foglalkozik, hanem vendéglősek, szolgáltatók is. Azon kívül van olyan rész, amely az előjáróknak, önkormányzati vezetőknek fontos, hisz nemrég megjelent az országos destináció menedzsment törvény, és most már lehetőség van ezt hivatalosan is bejegyeztetni bizonyos turisztikai destinációkat. Azon kívül tudjuk, hogy nagyon nehéz a munkaerő helyzete. Ezzel a kérdéskörrel is foglalkozunk. Pályázati lehetőségek hegyvidéki zónákra, beutaztatás Erdélybe, repülőtereknek a meghívottai lesznek jelen, a Travel Minitől jön egy vezető pozícióban levő előadó, a Proekonomikának lesznek a projektjei és a Székelyföldön zajló turisztikai beruházásoknak a bemutatkozója vállalkozókon keresztül is. A 2 napos rendezvény során a résztvevők megkóstolhatják majd Hargita megye díjnyertes csokoládéját, süteményét és a hamarosan elbírálásra kerülő menüjét is, amennyiben október 17-éig regisztrálnak a konferencia.ro weboldalon. Az áramszolgáltató értesíti a lakókat, hogy október 18-án javítási munkálatok miatt a Kossuth Lajos, Dózsa György, Külső, Békény, Tölgymező, Fazakas, Kis, Régi Gyár, Mihály Eminescu, Rózsák, Mezőgazdászok, Meszes, Fürdő, Halászok, Budai Nagyantal, Tűzoltók, Kisköz, Pacsirta, Vadászok, Mártonáron és Kéthíd utcákban,
valamint a Szabadság téren áramszünet lesz 9 és 15 óra között. A kellemetlenségekért a lakosság megértését kérik. A 13. alkalommal megrendezett székelyföldnapok keretében nyitották meg azt a kiállítást, mely a három megye sajátos értékeit mutatja be. A tárlat a Marosvásárhelyi várban tekinthető meg. Székelyföldi barangolásra hívja látogatókat az a kiállítás, amelyet a Marx József Fotóklub szervezett a Marosvásárhelyi várban található Szűcsök bástyájában. A fotókiállításra a 13. alkalommal megrendezett székelyföldnapok keretében került sor. Maros, Hargita és Kovászna megyék sajátos értékei kerülnek bemutatásra. Úgy próbáltuk összeválogatni az anyagot, hogy amennyiben lehet ezt a három megyét falvaik, embereik által, ünnepeik által tudjuk bemutatni. Nagyon sokat járjuk ezeket a falvakat, és így nem volt nehéz dolgunk, hogy összehozzuk ezt az anyagot. A fotósok által megörökített felvételek a székelyföldi falvak népművészetébe és néphagyományaiba is betekintést nyújtanak, ezért ugyanezt a helyszínt választották a Folk Activity társasjátéknak, melynek főszervezője a Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács volt, társszervezője pedig a Maros Művész Együttes. Nagyon sok fotó a hagyományokról, a hagyományőrzésről is szól, nem csak ezekről, mert lehet látni a hétköznapi életből is mozzanatokat, és ez a világ közel van a mostani népi életet kedvelő emberekhez, és ezért választottuk, és úgy gondoltuk, hogy a két eseményt egybekötjük. Ezzel az volt a célunk, hogy fiatalokat is csaljunk be a kiállító terembe, és a fiatalokat ezeken a játékon keresztül csaltuk ide. A népzene és néptánc köré épült játék sok vidám percet szerzett a résztvevőknek, akiknek a feladatai közé tartozott elmutogatni egy népdal címét, felismerni híres adatközlőket, vagy éppen legényes táncolni. Tizenhat év szünet után először játszott gyergyószentmiklósi felnőtt férfi kosárlabda csapat. A másodosztályos bajnokság első fordulójában a nagyváradi VSK fiúk csapatát fogadták vasárnap a gyergyószárhegyi sportcsarnokban. Bár nagyarányú győzelmet arattak a vendégek, a gyergyói együttes több játékosa is kiváló formát mutatott, és a sok néző is bizonyította, hogy van érdeklődés a kosárlabda iránt vidékünkön. Közel 300 néző volt kíváncsi az új gyergyószentmiklósi felnőtt férfi kosárlabda csapatra. A gyergyói VSK-ISK első alkalommal lépett pályára a másodosztályos bajnokságban. A mérkőzést vasárnap játszották a gyergyószárhegyi sportcsarnokban. A szervezéssel sokkal több problémánk volt, mint máskor. Mert ugye ez már egy elég komoly szint, tehát a biztonsági cégtől elkezdve statisztika, filmezni kellett a mérkőzést, tehát nagyon-nagyon sok minden olyan volt, hogy nem volt palánkunk, azt Sepsi Szent György adta kölcsön, amíg kedden pakolják, és akkor hozzák a Bécsből az új palánkokat, úgyhogy eléggé nehéz volt összehozni mindent, de úgy gondolom, hogy sikerült, mert a megfigyelő úrnak is tetszett, és azt mondta, hogy félt, hogy milyen lesz a szervezés, de meg voltak elégedve. A mérkőzéssel kapcsolatosan meg, hát hogy mondjam, vegyes érzések voltak már. Ez egy álom, hogy ilyen egyáltalán létrejöhetett. Viszont picit azért fiúk féltek is, mert tele volt szinte a nézőtér, tehát úgy jó volt itthon játszani. A gyergyói VSK-ISK játékosain a mérkőzés elején érződött a lámpaláz, hiszen többen először játszottak felnőtt mérkőzésen. Az első negyedet 18 pontos vezetéssel zárták a nagyváradiak, de a második negyed kiválóan sikerült a gyergyóiaknak, ezt a játék részt meg is tudták nyerni, hiszen 20 pontot gyűjtöttek, míg az ellenfél 17-et. A vendégek edzője szerb, van amerikai légiósuk is, és látszott a játékukon, hogy többen az első ligában is játszanak. A folytatásban 15-19, illetve 15-21 pontot szereztek a csapatok, így 58-93 lett a végeredmény, győztek a jóval rutinosabb nagyváradiak. 16 fős ugye a keretünk, most az a lényeg, hogy ebbe a szezonban szeretnénk egyénileg, hogy mindenki fejlődjön, mindenki tapasztalatokat szerezzen. Tehát nem az a célunk, hogy most 7-8 játékost úgymond rongyosra hajtsunk, hanem az, hogy folyamatosan rotálva legyenek.
Nyilván, hogy nagyjából kikristályosodik posztonként, hogy kik azok a húzóbb emberek, akiknek valószínűleg több lehetőségük lesz. És itt ugye megemlítem Bodó Tamást, aki Székelyudvarhelyről van, és tegnap is egy nagyon szuper játékkal 26 vagy 28 pontot dobott, már nem emlékszek pontosan, és lepattanó is sok volt, úgyhogy meg vagyok vele elégedve nagyon. Ezen kívül ugye a tapasztalatot hozza Lokodi Mátyás, tehát ők ketten, akik úgymond nagyon kitűntek, de úgy gondolom, hogy a többiek se vallottak szégyent. Ercsó Zoltán vezetőedző elmondta, jó tapasztalat volt ez a mérkőzés. Sok taktikai hibát feljegyzett, amin szerinte hétről hétre tudnak majd javítani. Bodó Tamás 28 pontja mellett László Tamás 7, Lokodi Mátyás 6, Puskás Hunor 4, Barabás Gergő 5, Csillag Előd 3, Szőcs Hunor és Kopac Márk pedig 2-2 pontot gyűjtött. Legközelebb vasárnap Szebenben játszik a Gyergyószent Miklósi felnőtt kosárlabda csapat, majd a brassói Korona lesz az ellenfelük a másodosztályos bajnokságban. A Gyergyói Hoki Klub Brassóban tudta megtörni a jeget, 4 magyarországi győzelem és 3 a Gyergyószent Miklósi pályán elszenvedett vereség után ismét győzni tudott. Ez a mérkőzés az Erste Liga mellett a romániai jégkorong bajnokságban is számított. A brassói Korona megszerezte a vezetést, de Vince Péter szinte azonnal szépített, majd ismét a házigazdák tudtak gólt lőni. A második játék részben Tránka révén egyenlítettek a gyergyóiak, majd a 29. percben Imre Patrik megszerezte a vezetést. Ebben a harmadban még Brenz Orbán is gólt lőtt, majd az utolsó játék rész elején Sárpátki Tamás volt eredményes. Hiába vezetett 5-2-re a Gyergyói Hoki Klub, 2 emberelőnyből lőtt góllal 5-4-re felzárkóztak a házigazdák. A végén az üres brassói kapuba Vince Péter talált be, így 6-4-re győztek a gyergyóiak. A GHK pénteken és szombaton a romániai jégkorong bajnokságban a Sapientia U23 csapatát fogadja. Ezek voltak híreink október 17-én, ha tehetik, kövessenek minket Facebookon és böngészék honlapunkat is. Szép estét, viszontlátásra holnap!